Te Iccus, ne haragudjál, most csak motorral tudtunk jönni locsolni, mert nagyon sietek. Nem, maximum egy limonádét, jó? Gyereknek kapjuk, mit kell? Egy kólát. Kólát töltsél gyereknek, jó? Sietünk, mert még be kell ugrani a Lucáékhoz. Jó van, egészségetekre! Te anyukám, mindjárt ott... Ja? Mindjárt otthon vagyok, nyugodjál meg. Te majonézes kóstoltátok? Kóstoljátok ám meg, hát nem olyan ám ez, mint a Aldis. Te, én már nem dohányzok, amióta nem iszok. Köszi szépen, azért csak eljöttünk a gyerekkel, kicsit itt meglocsoljuk a népes családodat. De aztán bátyádék jó vannak, olyan rég hallottam róluk. Tudod, az uram is szíves, hát húsvétkor se ehetünk így nehezet. Szóval most egy kis ökröt töltöttem nyúlba, meg aztat egy kis csirkecomba, kis holnapi könnyű ebéd. Te figyeld ezt is, a Szóti Józsika füstöl, nekem már ők füstölik. Hát persze túlfüstöl, de most... Mindig túlfüstölik, de most 5 liter házi bor, és hülyének nem éri meg. Te nézd, Kati, hát főgyüttek a unokák, azt egyből hogy kinyíltak a Krissem draigereim, hát nézd, de szépek! Te nem tudtam még megkóstolni az árpi pálinkáját, tehát visszam a gyereket délután tojásfestő versenyre, másik faluba, tudod, én ilyenkor előtte nem iszok. Na jó, a kóbászából adja kicsit. Na, erre már iszok egy kortyot. De anyus, vidd már el a gyereket délután a tojásfestőversenyre, mert megkóstoltuk az imi kóbászát. Jó van, nagyon tündér vagy, megyek haza, jó van? Te Béla, köszönöm már, többet én most nem iszom. Na jó, maximum egy kis gyűszűnyi pálinkát még, de csak egy újnyit. Köszönöm, egészségetekre. Na, Toncsi nénit, locsold meg ezzel gyorsan, mert még a papa picit ledőlne, mielőtt még megiszik valamit a szomszédba. Apa, hát ne itasd azt a gyereket, hát gyerek még! Na, zöldedőben jártam Orbán Gyurcsányt, láttam. El akartak futni meg az országot szétkúrni. Na, egészséged, racika! Te maximum még egyet, már Icuékhoz még be kell lesz ugrani. Te nem láttad az Imre pálinkáját? Itt volt valahol lenn, garázsban. Ja, azt az etilest. Ja, itt van. Jó, baszni rá, elfogy így is. Maximum nem gyújtok rá utána egy rövid ideig. Sászt a kurva! Milyen torma ez, bátya? De a Laci bora tényleg nem szar. Ez... Állj, de szar azért. Te a kalács az bóti? Ja nem azért kérdeztem ám, Kati. Nagyon finom. Mócsingot, porcogót ki ne dobd, angyalom, mert visszik a Cézárnak, tudod, buksinéknak. Ho-ho, persze. Te nagyapát ne hagyd egyedül, mert tavaly már a Kölnit is megittad. Figyeljetek rá. Te, szia Erika, átjöttünk egy kicsit itt a férfi munkatársakon. Gyere be, Ferike, nézd oda, mekkora slakja van ezzel, úgy meglocsolunk. Te Erika, aztán tojásfestés előtt ruzsozdám ki a szádat egy kicsit. Na gyere, meglocsolunk, azt elmedsz gyesre. Psz, gyere, Ferike! Te köszi, Ibolya, de ezt meghagyom a öcskösnek. Ugye, öcskös? Majd összerakjuk egy. Na, Lacika, ezt bonts ki, mert a papa már nagyon szomjas osszán menne. Ezt sem arakjuk ki, ba? Azt hittem, hogy egybe, bábu. Te mondtam, hogy a Lacusnak a jobbikbó tőcsé. Na, azért rám. Na, egészség legyen meg, beteg Tücsi bátya. Egészség. Házi orvosom is ezt szokja mondani. Itt a tavasz, itt a húsvét. Mosolyog az ég is. Ha a punik megfoghatnám, mosolyognék én is. Na, kis unokám, ezt mondd el a Barbikának, aztán kapsz valami finomat. Azt el nem mondám a bárnak, hogy én mondtam neked. Ferikém, kis unokád is még páré osztál. Alulról locsolgatja a kislányokat. Igaz-e, Dávidka? Tunyónak ne adjál több bort, mert ő vezet haza, ő visz minket.